Többeket őrizetbe vettek kedden este a Grúz fővárosban, amikor radikális csoportok próbálták megzavarni az LMBTQ jogokért és a kifejezés szabadságáért rendezett békés megmozdulást. Az LMBTQ párti demonstrációt két nappal azután hívták össze, hogy Biliszi-ben erőszakos ellentüntetők miatt lefújták a Pride felvonulást, mondván nem tudják garantálni a résztvevők biztonságát. A szexuális kisebbségek egyenjogúságáért tartott hagyományos esemény sorozattal nem szimpatizálók, ugyanis megrohamozták és szétverték a helyi aktivisták irodáit, szivárványzászlókat téptek szét és újságírókra is rátámadtak. Az elmaradt melegbüszkeség menete ellen a miniszterelnök is felszólalt, mondván egy ilyen esemény megoszthatja az országot. Az esemény szervezői szerint a hatóságok nem tettek meg semmit azért, hogy az LMBTQ közösséget megvédjék, inkább csendesen támogatták az erőszakos ellentüntetőket.